Ünneplő gyülekezet, kedves barátaim, kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a felolvasott bibliai szakaszból, Lukács evangéliumának a 24. részéből, az 5. és 6. versből, ezek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával kívánom ő az üzenetét hirdetni ma közöttetek. A megnevezett helyen Lukács evangéliumának a 24. részében, az 5. és 6. versben ezt olvassuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, egy igehirdetés sorozatnak a végéhez érünk lassan. Az igehirdetés sorozat egy héttel ezelőtt a virágvasárnapi Isten tiszteleten kezdődött nagy heti találkozások címmel, és azokat a történeteket vettük végig napról napra, virágvasárnap délelőtt, és utána minden este a 6 órás evangelizációs istentiszteleten azokról a találkozásokról olvastunk, amelyek ott és akkor a nagy héten megtörténtek. Jézus és a kiválasztott nép, az ott lévők egy-egy csoportja, egy-egy személye között elkezdődött ez a találkozás sorozat magával, a legnagyobb találkozással, a várossal, vagyis a néppel, a kiválasztott néppel való találkozással. Ez volt virágvasárnapon, és most elérkezünk a húsvét végpontjáig, a feltámadott Krisztussal való találkozásig. Elég mélyről kell most ide megérkeznünk, mert tegnap, akik itt voltak az esti istentiszteleten, majdnem ugyanezt a címet hallották, de egy lényeges különbséggel. A tegnapi nap arról szólt, hogy milyen volt a találkozás a halott Jézussal. A nagyszombati történet, amikor látják az övéi a halott Jézust, és most a feltámadott Krisztusra kellene odafigyelni. Ez lenne a cél, ez a reménység, ez a húsvétnak az örömüzenete. De ha pontosan visszaemlékszünk a felolvasott szövegre, egy picit még várnunk kell ezzel. És akármelyik evangéliumot olvastuk volna, nem kellett volna várni, de Lukács az lassú, az körülményes, vagy pontos, vagy nagyon szerkeszti a szövegeket, és azt látjuk, hogy nála a feltámadott Krisztussal való találkozás az majd csak délután, majd csak este, az Emmausi tanítványok történetében, vagy az esti látogatáskor, amikor oda megy az este együtt lévő tanítványokhoz, akkor történik meg, akkor mondja azt, hogy békesség nektek. Minden más evangéliumban van olyan történet, hogy már reggel, már a temetőben, talán először nem fölismerve, de mégis ott van már a feltámadott. Már megszólítja az övéit. Már fölismerteti magát. Lukácsnál a feltámadással találkozunk, de a feltámadottal még nem. A feltámadott Krisztus később fog megjelenni a tanítványai számára. Valószínűleg itt valami fontosat akar Lukács evangéliumán keresztül Isten elmondani, amíg a feltámadás jelenségétől, a feltámadás információjától eljutunk a feltámadott Krisztussal való találkozásig. A feltámadott Krisztussal tehát egy kicsit később fogunk találkozni, de mit jelent az, hogy a feltámadással már most reggel itt a Kecskeméti Református Gyülekezetben, az egész kereszténységben, itt a reggeli órákban meghallhatjuk ezt? Mit jelent az, hogy az ember találkozik a feltámadással? A történet, amelyet felolvastunk, 6 olyan lépést mond, ami már a feltámadással való találkozásról szól, noha még a feltámadottal, a Krisztussal még nem találkoztak. Az egyik az elhengerített kő, a második az üres sír, a harmadik az angyalok megjelenése, a negyedik egy egészen konkrét üzenet, amit ki is emeltünk, erről fogunk is konkrétabban beszélni. A következő az emlékeztetés, hogy mit mondott meg Jézus korábban, még amikor Galileában volt, már akkor beszélt erről, visszaidézni, amit már egyszer tudtunk. És a hatodik, az utolsó pont a bevonódás, amikor maguk, a megszólítottak is elkezdenek ezzel a hírrel szaladni haza, elkezdik továbbadni azt az információt, amit már megtudtam. A konkrét üzenetről hadd beszéljek egészen röviden, mert egy nagyon rövid, de nagyon egyértelmű üzenetet kapnak az oda benézők, az asszonyok,
akik megpróbálták ellátni a holttestet és a végtisztességet megadni, ezek az asszonyok nagyon egyértelmű üzenetet kapnak. Az 5. és 6. versben újra felolvasom, ezt mondják az angyalok, mit keresitek a holttak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Nem azt mondják, hogy hát itt valami nagyon furcsa dolog történt. Nem az az üzenet, és nem az az élmény, amit megtudnak, hogy nem tudjuk, hogy hogyan végződik ez a történet. Hogy valami ismeretlen dolog történt velük. Hanem azt mondják, hogy nincs itt, nincs a halottak között, feltámadt. Jézus nem a halott dolgok között van. Nem az elmúlt dolgok kategóriájába kerül. Jézus számotokra, mondja ez az angyal, nem emlék, nem egy eszme, nem egy tanítás, vagy a tanításainak az összessége, vagy annak a summája, nem egy etika, hogy hogyan kell viselkedni ebben a világban, nem egy társadalmi jelenség, nem valami elvont, vagy elmúlt, vagy absztrakt gondolat, hanem él. Jézus Krisztus él, ő gondol valamit, ő akar valamit, ő dönteni fog, ő cselekedni fog, mint mindenki, aki él és létezik, és őróla fogjuk azt mondani, mondtuk is már, és minden egyes úrvacsorás istentiszteleten mondjuk, hogy fölmegy, és ül, és eljön ítélni eleveneket és holtakat. Valaki, aki él. Ezt az üzenetet kapják az asszonyok. Kedves testvéreim, a feltámadás híre, az az információ, hogy nem itt van, hanem föltámadott, nincs a halottak között, ez itt van velünk most is. Itt van a világban, itt van a városunkban, itt van a templomunkban, és itt van az életünkben. Mert mind a 6 dolog, amit felsoroltunk, jelen van most is. Az elhengerített akadály, hogy el tudsz jönni, hogy itt lehetsz, hogy közel kerülhetsz az információhoz. Az üres sír, az, hogy valami eltűnt az életből, és megjelent az élet felett. Az angyalok, a küldötteknek a jelenléte, valaki, aki elmondja neked, hogy miről szól a húsvét, akár először, akár sokat szólra az életedbe. Az üzenet, amely íme most is megszólal, Isten igéjét olvassuk és magyarázzuk. Az emlékeztetés, mert ki az közülünk, leszámítva ezeket a hangokat itt, ki az közülünk, aki most hallja először a húsvéti történetet? Ki az, akinek nincs húsvéti emléke? Ki az a, aki nem tudja fölidézni esetleg a konfirmációját, hogy pont ezt a kérdést kapta 20 éve, 30 éve a nagy tisztelet úrtól, a húsvétról szóló kérdés. Ki az, aki most kezdi ezt a húsvéti leckét és a bevonódást? Hogy nem csak most 9 órától 10-ig tartott az Isten tisztelet, hanem utána el kéne menni, és valakinek ezt el kéne mondani. Mert hányan vannak, akik nincsenek itt? Pedig itt lehetnének, pedig még reggel úgy volt, hogy el is jönnek velünk a templomba, de aztán másképpen alakult, és most mi abban a helyzetben vagyunk, hogy elmondhatjuk nekik, amit itt hallottunk. Azt mondja ez az ige, a húsvét információja, a feltámadás információja itt van ma is a világban, mind a 6 pont. De azt is mondja ez az ige, kedves testvérek, hogy ez nem elég. Hogy ez nem elég. A feltámadás híre, maga az információ, az nem ad hitet. Attól nem fog senki hinni a feltámadott Krisztusban. A felolvasott résznek a vége, hát hogy finoman fogalmazzunk, érdekes. De mondhatnánk úgy is, hogy illúzió romboló. Mondhatnánk úgy is, hogy egy kicsit többet vártunk a tanítványoktól. De azok, tudnélik a tanítványok, amikor meghallották, hogy angyalok jelentették be Krisztus feltámadását, mit csináltak a tanítványok? Üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek a feltámadás első tanúinak. Utána van egy finomító mondat, Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta, erre elment, és csodálkozott magában a történteken. A tanítványi közösség, az oszlopapostolok, akikre az egész keresztény egyház épült az első évszázadban, maximum odáig jutottak el, hogy elcsodálkoztak. De ez is csak Péter,
Az összes többi azt mondja, ez fecsegés, vénasszony beszél. Az, hogy föltámadott a mi úrunk, azt nem hiszük el. Pedig ez az információ, pedig eljutott hozzájuk. De maga az információból nem lett hit, abból nem lett leborulás, az nem lett, abból nem következett az, hogy én Uram és én Istenem, lesz majd ilyen mondat, de ahhoz nem elég csak az információt hallani. Kedves testvérek, ne ítéljük el a tanítványokat, hanem legyünk velük türelmesek, adjunk még nekik időt, nem sok kell már, hogy valódi krisztusi hitük legyen. Mert amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve még csak meg sem gondolt, vagyis ami ember számára elképzelhetetlen és befogadhatatlan, azt kellett volna, hogy most egyik pillanatról a másikra elvinni. Hát nem sikerült. Hát elsőre nem ment. De az Úristen nem adta föl, csak azt mondta, az első lépcső az, hogy halljátok meg a feltámadásnak a hírét. De a hithez maga ez a hír nem elég. Ahhoz a feltámadott Krisztussal való találkozás kell. Ahhoz, hogy élő hite legyen az embernek, nem elég hallani arról, hogy miről szól az evangélium. Nem elég tudni azt, hogy a nagypéntek a keresztalá, a húsvét, a feltámadás, ezt mindenki tudja, és mégsem hiszi el, és hány ember van, aki föl tudja mondani az egész Krisztus történetet, de nem hisz benne. Azt mondja ez a történet, ez még csak az első lépés. Olyan az, mikor egy híres előadó vagy előadás érkezik a városba, és kiplakátolják. És ott van a képe, ott van az időpont, ott van a helyszín, ott van az előadásnak a címe, már működik a dolog. Akik ismerik őt, akik szeretik őt, már számon tartják, már keresik a lehetőséget, hogy megvásárolják a jegyet, elkezdenek érdeklődni, elkezdenek csodálkozni már a dolgon, itt a mi városunkban. Na de hol van még az előadás? Az még majd csak ezután jön. A lényeg az előadásban lesz. Vagy hogy egy bibliai hasonlattal a lényeg, egy kicsit olyan az, amit itt átélünk, mint Keresztelő Jánosnak a szolgálata. Ő is egy útkészítő. Meg is mondja magára, hogy nem én vagyok a Krisztus. Nem én vagyok a lényeg. El fog jönni ő, de hogy ő vele találkozzatok, először engem kell meghallgatnotok. Először az első információt be kell építeni az életetekbe. Másik oldalról nézve ezt a történetet, azt mondhatjuk, hogy az ember viselkedéséről, egy ember viselkedéséről meg lehet állapítani, hogy csak a feltámadással találkozott, a feltámadás hírével, az információval, vagy magával a feltámadott Krisztussal. Egy emberről meg lehet állapítani, meg lehet érezni, csak a hírt hallotta, vagy a feltámadottal találkozott már. Csak a plakátot látta, azt olvasta el, vagy látta már az előadást. Micsoda különbség. És persze, hogy látszik. Persze, hogy érezhető. Persze, hogy tagadhatatlan, hogy még csak a plakátot láttam, vagy láttam, ott voltam, az első sorban ültem, és részt vettem az előadáson. Kedves testvérek, azt mondja ez a lukácsi történet, azt mondja nekünk, ha úgy érezzük, hogy még a csodálkozásnál tartunk, sőt, mondjuk ki, ha úgy érezzük, hogy nem hisszük ezt a dolgot, ez fecsegés, ez vénasszony beszéd, ez túlzás, akkor ne ijedjünk meg. Akkor ott tartunk, ahol az első tanítványok, az oszlop apostolok, a legnagyobbak. Akkor jön majd a következő lépés, de ez nem baj, mert az első lépés már megvolt, már eljött hozzánk az információ. Most már csak egy lépés odáig, hogy a lényegre is rátaláljuk. Türelem. A feltámadás híre után jönni fog a feltámadás hite is. Még egy dologról szeretnék beszélni ez alapján, az ige alapján, ez pedig a feltámadott Krisztusnak a szuverenitása. Ez is ide tartozik. A krisztusi szabadság. Mert bár Lukács kritikusan fogalmaz ebben a történetben, és egy kicsit kemény ez a leírása, azt lehet mondani, amit ő is lát, hogy tőlünk, emberektől tulajdonképpen csak ennyi várható. Fölfogjuk az információt, odafigyelünk rá, újra elszaladunk, megnézzük, behajolunk a sírba, hozzuk, visszük a feltámadás hírét, de ennél többet nem tudunk tenni. Próbáljuk, birkózunk vele, megpróbáljuk minél jobban megfogalmazni, csodálkozunk és csodálkoztatunk,
De hitet nem tudunk adni. Hitet csak ő adhat. Hitet csak a feltámadott Krisztus adhat. Őt mi sem idehozni nem tudjuk, sem eljátszani az ő szerepét, sem behelyettesíteni valamivel. Nem tudjuk elérni azt, amit csak ő tud elérni, és amit tulajdonképpen a lényeg. Minden más, amit mi tehetünk, az kevés, az csak annyira elég, amit itt az asszonyok elértek a tanítványok hitébe. Meg kell várni, amíg ő maga eljön. Meg kell várni, amíg ő azt mondja, hogy most belépek az életetekbe. Van olyan evangélium, ahol úgy van leírva, hogy már reggel, a Lukács evangéliumában úgy van leírva, hogy majd csak este. Amikor ő akarja. És nem lehet megelőzni. És nem lehet elkezdeni nélküle. És nem lehet Krisztus hitre jutni a Krisztussal való találkozás nélkül. Emlékszem, a 70-es években egyszer a Balatonon nyaraltunk, illetve mindig ott nyaraltunk, de egyszer volt egy előadás, plakát, ahogy az előbb is mondtunk, Simán József énekel a Vörösberényi Református templomba. Hát mi azt gondoltuk, hogy mi duplán jól fogunk járni, mert megnézzük a szép Vörösberényi templomot, és meghallgatjuk Simán Józsefet, édesapám nagy Simán József rajongó volt, hogy az egész család ünneplőben kivonult, és tele is volt a templom, és beszerelt a hangtechnika, és ott voltak a zenészek, csak Simán József nem volt ott, mint később kiderült valamilyen közlekedési baleset miatt később. És már mindenki tűkönült, és mindenki izgult, és a konferenc is ott volt, Antal Imre volt, ki ne emlékezne erre a névre, és mindenki sürgett, hogy kezdődjék már, kezdődjék már. És hát szegény Antal Imre mondta, hogy hát ő elénekelheti a hazám, hazámot, de nem lesz az az érzés, mint hogyha Simán énekelné. Néha nagyon türelmetlen az ember, és néha azt gondolja, hogy valamit ki kellene találni, csináljunk már valamit, mert nem jön a főszereplő. De kedves testvérek, nevetséges, fölösleges. És az iménti példával ellentétben ő valóban akkor jön, amikor akar, amikor a legfontosabb. Sem közlekedési baleset, sem a világ összeomlása, semmi meg nem akadályozhatja Jézus, ha meg akar látogatni minket. Akkor ezt megtegye. Nem kell attól félni, hogy elfelejtette, hogy megakadályozták, hogy elment a kedve, hogy elfelejtette a címet. Ezek mind-mind velünk megtörténhetnek, de ő vele nem. Amíg ő be nem lép, addig egy dolgunk van várni, sőt, vele kapcsolatban azt is mondhatjuk, kérni. Kérni azt, hogy jöjjön, hogy ne késsen, hogy már nagyon várjuk, már nagyon jó lenne igazán hinni benne, nem csak ezt a kis történetet hallani, nem csak megbotránkozni, vagy hitetlenkedni, vagy csodálkozni, hanem igazán hinni, arra lenne már szükségünk, vagy ami még érdekesebb, arra lenne már szükségünk valakinek, aki itt ül mellettünk, vagy ott van az életünkben, és nem tud hinni benne. Jöjj már el, Uram! Kezd el ezt az előadást, kezd el ezt a megszólítást. Szólíts meg minket, mert akkor és csak akkor lesz bennünk igazi feltámadás hit. Kedves testvérek, a húsvét erről szól. Lukács evangéliumában erre van kihegyezve ez az első történet. Nélküled, Urunk, nem megy. Várunk rád. Tudjuk, hogy te jössz, hogy nem hagysz minket, nem hagysz magunkra, nem hagysz reménytelenül, nem hagysz a halálban, hanem velünk vagy, velünk ünnepelsz. Ennek a jele, ennek a legszebb szimbóluma, ez a megterített asztal is, de életünk minden pillanatában, nem csak az ünnepi nagy Isten tiszteleten, hanem a legkisebb pillanatokban is ott lehet, megszólíthat, megragadhat minket. Legyen ez így, most is, és életünk minden pillanatában. Amen.